Figyelem, figyelem! Kánikula veszély elhárítva. Magunk mögött hagytuk a forróságot. Mindenki fitten és üdén tekinthet előre. Mi most a szellemi felfrissülésről is gondoskodunk. Ez nem szappanopera, nem akciófilm, nem horror történet. Ez a sport, a jótékonyság és a szerencse frissítő és üdítő egyvelege. A Jótékony Ötös. Lottószelvény bekészítve, kamerák élesítve, indul a Jótékony Ötös negyedik felvonása, melyben vendégünk ezúttal a fehérvári sport egyik legnagyobb szurkolója, folyamatosan fejlődő városunk polgármestere, dr. Cserpalkovics András. A bajnokok városának polgármestere nem csupán meghívásunkat fogadta el, de a Jótékony Ötös fővédnöki tisztségét is elvállalta. Dr. Cserpalkovics András nem csupán remélhetőleg nyertes szelvényének kitöltésével segíti akciónkat, de két olyan ajándékot is hozott, melyekre érdemes licitálni. Egyrészt a 2013-as Szent István emlékév alkalmából kibocsátott ezüst és bronzéremre, másrészt az Albafehérvár bajnokcsapatának tagjai által dedikált kosárlabdára. A licitekből befolyó összeg természetesen a jótékonysági alapunkat gyarapítja majd, de remélem az ötös lottó heti főnyereménye. Az 1 milliárd 390 millió forint is a számlánkra kerül. Ehhez persze szerencse is kell. Kíváncsi vagyok, egy polgármester mindennapjaiban mekkora szerep jut fortunának. Szerintem a szerencse általában az ember életében van jelen, így mégis mindegy, hogy polgármester adott esetben sportoló, újságíró, tanár vagy köműves, az életéhez kell egy kis szerencse is. És a magyar nyelv olyan szépen szokta ezt kifejezni, és a közmondások is tele vannak ilyen jellegű utalással, tehát ez nem lehet véletlen. Ezt az ember persze úgy érzi, hogy néha elhagyta a szerencséje, néha mellé szegődött, de hát ez hozzátartozik azt hiszem az emberi élethez, úgyhogy persze kell a polgármester is szerencse a városhoz is, a város fejlesztéshez is, de azért bízom benne, hogy alapvetően a tudatosság dominál, de azért biztos, hogy kell néhány olyan motivum, ami mögött adott esetben a csillagok szerencsés összejátszásának is meg kell történnie. A sportolókról tudom, hogy nagyon babonásak tudnak lenni. Sokszor évekig játszanak ugyanabban az okniban. Ilyen szempontból van közös nevező a sportolókkal? Alapvetően ilyenben nem vagyok se babonás, se mondjuk úgy, hogy egy-egy tárgy iránt ilyen jellegű, mint általában sportolók szoktak egyébként, kötődéssel nem rendelkezem. Ha már tárgy, akkor van egy toll, amivel szeretek aláírni. Talán ez számíthat az én hivatásom tekintetében egy kicsit olyannak, mint a sportolók esetében egy-egy cipő, vagy hogy éppen melyik cipőt veszi fel először az öltözőbe. Régóta nem vesztem el, ami azért furcsa, mert általában a tollakat én el szoktam veszíteni. Most már ez hozzám kötődik, úgyhogy remélem ez hosszú ideig végig kísér. Kíváncsi vagyok, polgármester úr mennyire rutinos a lottó szelvények kitöltésében. Nem játszom semmi ilyet. A édesanyám lottózik nagyon régen. A nagymamám, apai nagymamám lottózott sokáig. Sok mindet nem nyertek. Érdekes a helyzet, mert egyszer nyertek volna egy négyes, de elfelejtették feladni a szelvényt. Ígérem, ez most nem fog előfordulni. Garantáltan játékba küldjük a szelvényt. De lássuk is a számokat. Mi az első? Az első szám a hármas. Imádom a Ludas Matyit, de most speciál nem tartom valószínűnek, hogy ez áll első számunk hátterében. Három gyermek van otthon, és talán ha az én életemben ez a három kisgyermek nagyon sok szerencsét hoz, és sok örömet, és az igazi kikapcsolódást, akik mindig mindent el tudnak az emberrel felejtetni, és amikor az ember hazaér, bármi is történt aznap, ők biztos, hogy 5 másodperc alatt ezt az emberrel, az apával elfelejtetik, és teljesen jogosan megkövetelik azt, hogy amikor otthon vagyok, velük vagyunk, együtt vagyunk, akkor legyek teljesen az övék. És nekem ők nagyon nagy szerencse, azt gondolom, hogy a családban ők nagyon nagy adomány nekünk, hogy vannak. Így azt hiszem, hogy talán másoknak is, legalábbis a szám tekintetében remélem, hogy szerencsét fog hozni ez a bizonyos hármas szám. Család és városvezetés. A gyerekek mennyit látnak abból, hogy édesapjuk egész Fehérvárért felelős? A nagygyermek egyáltalán nem szeret ezzel foglalkozni. Mindig mondja, hogy reméli, hogy az ő iskolájában nem megyek tanévnyitóra, nem megyek tanévzáróra, mert az mégiscsak milyen gáz lenne. A Ágoston fiam, ő a középső, ő viszont közgyűlésest és polgármesterest játszik az óvodába, ami azért érdekes, mert soha nem volt közgyűlésen, de mégis napirendet fogadtat el, és ha valaki ezzel mosolyog az óvónék részre, akkor mindig mondja, hogy apa ezt csinálja. Úgyhogy ő benne lehet, hogy van affinitás, nem tudom.
Hát a pici, ő másfél éves lesz kislány, úgyhogy ő még Emma ezzel még keveset foglalkozik. Hát inkább azt érzik, hogy apa keveset, biztos, hogy kevesebbet van otthon, mint kellene. Ez az én életemben azon persze egy örök lelkiismeret furdalás, de hát próbáljuk úgy élni az életünket, hogy akkor viszont együtt vagyunk, akkor az tényleg szóljon abszolút róluk. A hármas számot napirend szerint elfogadom, és várom a következő nyerőszámunkat. Második szám a 7-es. Ez a szerencse számom. És ha már a sportoldalról nézzük, akkor pedig két általam nagyon kedvelt labdarúgónak a messzáma is. Az egyik Mayer Lajosé, Matyié, ahogy az én gyermekkoromban mindenki őt hívta. Én nagyon nagy élménynek tartom azt, hogy láthattam őt játszani. Sajnos nem ismerhetjük már, ma nem találkozhatunk vele a tragédia okán, de én azt hiszem, hogy sokat tett a fehérvári sportért, és tényleg egy olyan jellegzetes alakja volt annak az UEFA kupa menetelésnek, ami nélkül elképzelhetetlen lett volna. Jó labda Wittmann középre, Mayer rá kell lőni, Lajos, gól! Na végre! Nagyon szeretem a Reát, és Raúl volt a kedvenc játékosom. Nagyon bánom, hogy ő nem maradt egy olyan klasszikus klubhűséggel rendelkező játékos, és szerintem ez nem rajta múlt, szerintem ez egy rossz klub döntés volt, hogy őt elengedték a Madridból, de őt én nagyon szerettem a játékát is, és hát ugye ő is ezzel a számmal játszik ezekben a időkben is. Ha már gyermekkori sportélmény került szóba, honnan indult dr. Cserpalkovics András sportszeretete? Édesapám a felelős, ő vitt minden mérkőzésre, bár édesanyám sportolt, elég sokáig kézilabdázott versenyszerűen. Úgyhogy a családban mindig is a sport az része volt az emberek életének, a családtagok életének. Én néztem VB-t, EB-t nagypapámmal, ahol jártunk, úgyhogy én úgy nőttem föl, hogy nem is tudom, hogy lehet sport nélkül és a sport szeretete nélkül élni. Ebbe beletartozik az is, hogy az ember maga sportol, sajnos ma már sokkal kevesebbet, mint szeretnék, meg hát, hogy sporteseményeket néz, illetve arra jár. Megmondom őszintén, hogy annál nagyobb izgalom sincs egy apának, amikor a gyerekeit versenyre viszi, az komolyan. Ez horror, ezt a gyerekek nem értik, ők csak éppen mondják, hogy nézhetem őket, vagy nem nézhetem őket, de hát az valami pokol, amikor játszanak, és az ember szurkol, szorít, de igazán érdemben nem sok mindent tud tenni. Szerintem ügyesek ők, megoldják egyedül. De itt és most viszont tehet valamit, polgármester úr. Mondja el a harmadik számot. Mondjuk legyen akkor a 25-ös. Szeptember 25-én, azaz 25-én születtem, úgyhogy így jön a szám. Hát szerintem a születéséhez mindenkit köti valamilyen szerencsefaktor, és azt gondolja, hogy ez mindig az életének egy szép napja, amit általában a családi körbe, barátok között tud eltölteni, tehát valljuk be őszintén, hogy ez mindig egy jó programhoz szokott kapcsolódni, úgyhogy persze, hogy az ember ezt szerencse számának tekinti. Alapvetően szerintem a születésnap, hogyha az ember egy jó nagy család veszi körül, meg jó baráti közössége van, jók a kollégái, jó az a munkahely, ahol nap mint nap bejár, akkor általában a születésnap előtti, utáni napok azok kellemesen szoktak jó beszélgetésekkel, jó programokkal, egy kis viccelődéssel folyni, azaz általában ez jó hangulatot teremt az ember életében. Új szabályt vezettem be a lottó szelvény kitöltésekor. Egy szerencseszám misztikumát kiterjesztem az egész szelvényre, így a következő számra is. Mely nem más, mint... A 13-as, ha már itt a 2013-ban vagyunk, és a Szent István emlékében, akkor én bízom benne, hogy ez egy olyan év nagyon sok ember életében a városban, amire szép emlékek fognak kötődni, és vissza fogunk rá emlékezni, mint ahogy most mi visszaemlékezünk arra, hogy mi történt adott esetben 975 évvel ezelőtt, vagy 75 évvel ezelőtt, vagy adott esetben mi történt 1988-ban. Én bízom benne, hogy a mai nemzedékeknek, generációknak lesz mire visszaemlékezni 2013-ra, úgyhogy legyen a 13-as a negyedik szám. Nincs kétségem, ez egy nagyon jó év. Pláne, hogy 2013-ban a jótékony ötössel bankot robbantunk a lottón. De ehhez kell még egy szám. 77-es, hát ezt meg szerintem nem kell különösen indokolni, a két hetes az csak szerencsét hozhat. Készen is van az e-heti szelvényünk, melynek számai a következők. 3-as, 7-es, 13-as, 25-ös és a 77-es. Én úgy gondolom, ez egy erős, tekintélyt parancsoló, polgármesterhez méltó számsor, mely sokat érhet majd. Amikor sorsoltak, akkor kiderül, hogy mit értek ez a szám. Nekem tetszik.
Remélem, hogy szerencsét is hoz. Én ebben biztos vagyok. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy segített kitölteni szelvényünket, és külön köszönjük azokat a felajánlásokat, melyek remélhetőleg nagy összeggel növelik majd a jótékonysági alapunkat. 1.380.000.000. Figyelj, jövök. Sőt, nem csupán én jövök, hozom a nyertes szelvényt is. Biztos vagyok benne, hogy a jótékony ötösé az e-heti nyerőszám kombináció, ami most már játékban is van. A jótékony ötös főtámogatója a Glória Cipő ortopéd szaküzlet. A jótékony ötös támogatói Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, a Tilágó Kft., a 5X Bowling Center és az Alba Plaza.